Sziasztok! Ez az én kis konyhám. Itt készítek mindenféle alapanyagot a háztartásomhoz, a tisztítószerektől kezdve a kozmetikumokig. A legtöbb dolgot magam készítem el, ehhez speciális alapanyagokat kell beszerezni, de többnyire ezek nem olyan bonyolult dolgok, hogy ne lehessen otthon is elkészíteni házi körülmények között. Most ebben a videóban megmutatom nektek, hogy készítem a mosogatógéphez a port. A gondom az vele, hogy már volt többféle verzió, amit kipróbáltam. Gyakorlatilag viszont igazán egyik sem vált be. Most találtam egy olyat, ami talán jó, ezt már próbálgattam korábban, nem volt az igazi. Alkalmanként a poharak opálossá váltak, elméletileg a recept szerint csináltam mindent, mégis egy darabig jól működött, utána elkezdett opálosodni. Ami biztos, hogy borzasztó érzékeny ez a házi mosogatógéppel a por, borzasztó érzékeny a mosogatógépnek a só hiányára és az öblítő hiányára. A só helyett én sima parajli sót használok, étkezési só, teljesen tiszta, adalékmentes, az öblítő helyére meg ecetet szoktam önteni, 10%-os ecetet, teljesen illatmentesen. Én nem szeretem, hogyha illatozik egy tányér, mielőtt mondjuk a gulyáslevest beleszedem. Úgyhogy most újra megpróbálkozom vele, azt a tanácsot adták nekem, hogy tegyek hozzá pluszba még mosószódát, hogy a zsíroldása az jobb legyen, illetve a citromsavat is, a szintjét is kicsit emelem, hogy hát ha az opálosodást elkerülöm. Úgyhogy lássuk, hogy sikerül. Van nekem egy minden tudó kis füzetem, én ebbe írok vele mindenfélét, amit megtapasztalok. Ez a füzet, ez kimondottan hasznos, hogyha a konyhában kell bármit elkészítenem, hiszen csak ide rakom magam elé, és már nézem is a recepteket. Hát lássuk ezt a mosogatógépport, hogy is készül. A recept szerint nem sok minden kell bele, szükségünk van szódabikarbonára, citromsavra, sóra, nátriumperkarbonátra és mosószódára. Ezeknek a megfelelő arányát kéne megtalálni. Nekem van egy tippem, amit eddig próbálgattam, és ahogy mondtam, ezen fogok kicsit javítani, hát ha sikeresebb leszek. Szükségem lesz először egy nagy tálra, ebbe fogom összekeverni az alapanyagokat. És lássuk a mindentudó kis füzetet. A korábbi receptem szerint szükségem lesz 2 evőkanál szódabikarbonára. Az evőkanál ez mindig egységet jelent ebben az esetben. Én evőkanál helyett, mivel szeretek mindenből lehetőleg nagyobb mennyiséget előre elkészíteni, ezt a mérőkanalat használom, és ebből is dupla mennyiséget fogok most elkészíteni. Úgyhogy elkezdem először a szódabikarbonával, a 2 evőkanál helyett, vagy 2 egységnyi helyett, 4 evőkanál 4 egységnyit öntök a tálba. Ezt már előre kimértem. Ezután szükségünk van, a recept mit is ír? Citromsavat, méghozzá 1 evőkanállal. Na most az 1 egység, illetve 1 evőkanál helyett én eleve duplázok, mert hogy dupla mennyiséget készítek. Ezen kívül nem csak, hogy egyszerűen duplázok, de igazság szerint azt hiszem, hogy még plusz 1 kanállal rá fogok rakni a biztonság kedvéért. Reméljük, hogy ez segíteni fog. A következő alapanyagunk, amiből a legtöbb fog kelleni a mosogatószerhez, ez a mosószóda. Ez igazából a zsíroldásért felelős. Az eredeti recept 4 egységet ír. Én eleve duplázok, úgyhogy 8 merőkanállal fogok beletenni, de hát azt gondolom, hogy ráteszek még 2-t. Meglátjuk, hogy ez mennyiben változtat a mosogatásnak a minőségén. Rakunk bele 2 egységnyi nátriumperkarbonátot, illetve 4 egységnyi sót. Ezek már a duplázott mennyiségek. Ezzel meg is volnánk, most igazából az lenne a feladat, hogy jó alaposan és lehetőség szerint minden homogénebben összekeverjük. Ne legyenek benne darabok, a mosószóda és a szódabikarbon is hajlamosak összeállni, a só is hajlamos a levegő páratartalmától csomósodni, és ezt most megteszem. Egyébként úgy szoktam a nagyobb darabokat, az összeállt darabokat összetörni, hogy egyszerűen a kanálnak a hátsó felével összenyomkodom.
Amikor ez megvan, igazság szerint készen is volnánk, egy jól záródó edényre kellett betenni, lehetőség szerint olyan tányba, olyan edénybe, ami minél jobban zár, hogy a levegőpár tartalmától ne álljon össze a mosogatószerünk. Nem lesz minőségi romlás, hogyha mégis összecsomósodik, csak a kezelhetősége kicsit bonyolult, kicsit macerásabb a darabosat. Nekem van egy nagyon régi csavaros tetejű dobozom, én ebbe szoktam beleadagolni a mosogatószer és egy 1000 éves tápszeres, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is tápszer, mert nem voltak tápszeresek a gyerekeim, én már nem tudom, hogy milyen mérőkanál az, amivel a mosogatógépbe kiadagolom, mindig a maximum mennyiséget teszem bele a gépbe. Hogyha tetszett a videó, igyekszem minél többet készíteni, hogy mit, hogy készítek el, különböző praktikákat, ötleteket, tippeket szeretnék megosztani veletek a YouTube-on, csatornámon keresztül is. Nagyon jól tudom, hogy a mai emberek, nagy háziasszonyok is, és a fiatalok és idősebbek is egyaránt rohannak, állandóan rohannunk ebben a világban. Úgyhogy nagyon sokszor csak arra van időnk, hogy egy képet megnézzünk, egy videót megnézzünk, hosszasan olvasgatni már kevésbé. Ennek ellenére, aki jobban szeret olvasni, és leírva szereti látni az ötleteket, tanácsaimat, annak ajánlom a Háztartásom hulladék nélkül című blogomat, ahol minden recept és minden tipp és ötlet megtalálható, és természetesen folyamatosan bővítem ezeket.